Következő játékunk Foxy Studios első játéka, első horror játéka, Lost Innocence Chapter 1. Az elveszett ártatlanság első fejezete. Ó, megy ez rendesen. Zene sok, mint nagyon tetszik a stílusa. Twitter, YouTube, Instagram, quit. De nézzük! Foxy Studio Presents. Imádom, hogy mindig meg tudta csinálni az ilyen intrókat. Reporter, jó estét, Réka vagyok. És kezdjük a mai estét felkavaró újdonsággal a sorozatgyilkosságról, amit megrémisztette az egész várost. Recently a dead body was found near the town and more cases like these are being reported. Igen, újra találtak egy holttestet. Tragically all of them were young ladies. The incident started from October 1st, 2022. Until now more than 8 cases have been reported. Több mint 8 esetet jelentettek. 2022. október 1-től fiatal hölgyeket támadtak meg általában. Nem mindazok voltak. There's only one clue we have found that confirms all the murders were done by a single person. Tehát egy bizonyítékot, ami egyetlen egy emberhez köti a gyilkosságokat. There is a car smile on the victim's face and white paint all around the face and the hair of the victims were untangled and the leftover hairs were painted green, making it a full complete Joker face. Ja, késsel mosolyt vágtak az arcukra. Ajukat levág... Ja, az arcukat fehérre festették. És a megmaradt ajukat zöldre festették. Rengeteg Joker kártyát találtak az áldozat testén. Ja, Joker gátyákat álltak az áldozatok testén, a szívükbe szögezve. Ha. We suggest you to stay at your home and lock up your doors from inside. Igen. Csukjuk be az ajtókat, ha keményebbek, akár kívülről is bezárhatják. Lost Innocence Chapter 1. Első fejezet. Kezdem egyre inkább megbecsülni ezeket a 2022. október 25. Valahol Delhiben, Indiában. Ó, Indiában vagyunk. Érte, a készítő is indiai egyébként. Baromság. Ki hisz ilyen hülyeségben? Vagy ilyen kislányok hallozzok egy horrorfilmből, aki elsőnek hal meg. Ó, basszus. Éhes vagyok. Meg kell nézni, hogy mit tehetek. Fogadjuk, hogy üres a hűtő. Fogadni mernék. Ó, ez a város. Ja, ezek ilyen díszítő cuccok. Azt hittem shitting box. Azt mondtam papának, hogy nem szeretnék házat váltani. De ő a ház ura. Jó nagy fürdőszoba tér. Mekkora WC? Mindent lemodellezik. Sakkoztunk itt a riporterrel. Van itt terüly, terüly. Kell kimenjek, azt majd én tudom, hogyha elfogy minden. Itt már voltunk. Na te szaputól. Hi sweetheart, Sarah darling. Sarah. Hi sweetheart, Sarah darling. Dad is out of the house and I am sorry that was so much in a hurry.
Did I have no time to make a lunch for you, but you are 17 and you can eat some frozen food. I hope so. At the end, you are a girl. You are a girl and you should know how to cook. I really hope that you can heat pizza. Just take the frozen pizza and heat in the oven and go and eat it. From there, you're dead. Aki azóta lehet, hogy dead. Nem bolyunk el, de nem is tudunk. Akkor jó. Ovenbe? Mikros pizza lesz ez, vagy rendes? Frigider? Én ide tenném? Oh yeah. Még több doboz. Nem kéne kipakolni ezeket. Mondjuk amúgy, ja, innen fogunk elköltözni. Jobb lenne minél hamarabb. Vagy kipakoltak és csak úgy adhatták a dobozokat emlékbe. Hogy ez már az új, nem a régi. Mert hol voltak a dobozok, amiken tudtam volna olvasni? Várja. Hogyha most költöztek ide, vagy költözőben vannak? Mondtam, hogy nem akarok költözni, de mindegy. Gondolom azok a tavazok a padlásra kerülnek, vagy nem tudom. Oh yeah. Egész pizzát kezünkbe. Megjesszük a tévé előtt, gondolom. Ki hív engem így az éjszaka? Hölgy. Hol a telefon? És csak nagyon remélem, hogy a csengő hang nem copyrightos. Mondom, csengő hang, akkor nem tenne copyrightos, ugye? Hol a tetves telefon? Ki van ott? Hely, Szara Amán vagyok. Miért hívsz engem? Tudom, hogy mérges vagy rám. De azért hívtalak, hogy elnézést kérek. Elnézést? Komolyan? Tényleg? Pontosan tudod, hogy mit tettél. Tudom, de... nem dühös voltam. Komolyan emel. Kis... idegesítő, akármicsoda, engör is jó, hogy hívják. Nem bírom az idegemet? Megütöttél, ugye? Tudom, de ezért hívlak téged, hogy elnézést kérek. Miért nem húzol el a prancba? Beszélj, ne káromkodj, Szára. Pontosan erről beszélek a... Nem tudsz uralkodni magadon. Bocsánat, nem hagyhatlak el téged. De én igen. Nem mehetek. És nem hagyhatom, hogy elhagyj engem. Na, pizzát a pofájába. Ki van ott? Amán? Márki, válaszolj. Ne szórakozz velem. Most elmegyek, viszlát szívem. Lépés hangok elfele mennek. Ki volt ez? Mi történik ma? El kéne mondanom apának. Mégis rendőr. Már nem kéne, amíg visszajön. Ja, aludnom kéne és meg kéne egyem a szeretett pizzámat. Hát én mondjuk én azért... Az a szerencséje, hogy nem maradt fagyott a pizza. Úgy beállítottam volna. Bárki is volt ez. Ne, egy pillanattal ezzel később. Neki dobtam volna mindig diszkoszt. Kelj fel! Miért hagytál el engem?
Mi hagytál el engem? Elnézést kértem. Te voltál a hibás. Te csaltál meg engem. Te csaltál meg engem. Mind a hármatokat, vagy csak az egyiket? Ezért pofosztalak meg, ugye? Szerettelek mindig. Szeretlek. Szeretlek. Itt vagyok, hogy bebizonyítsam. Melyik őtöknek? Ja, az csak egy álom volt. Ez a hang konkrétan a Scary Maze-ből van. Mi a franc volt ez az álom? Nem tudom, ez egy jele annak, hogy csinálnám kellene valamit Amánnal. Szólnom kéne apának róla azonnal. Nem érdekel, hogy apa elfoglalt vagy sem. Mégis az lánya vagyok. Telefon. Hívom apát. Csörög. Csörög. Senki nem veszi fel. Pakélek, vedd fel. Még egyszer. Csörög. Semmi. Semmi. Senki nem veszi fel. Basszus, mit tegyek? De meg valamíg visszahív. Vagy fogok egy kést. És elbújok az ajtó közvetlen mellette. Neki. Addig is együnk egy hamburgert. Néni, akkor úgy felkészülnék, mint Rambo minimum. Fürdő. Burger. Ja, hideg burger. Már nem tudjuk betenni. Addig. Megdobom, megdobom ezzel. Úgyis üveges. Ez műanyag vagy fém? Valószínű műanyag, az is nagyon tud. Nem kell kimenni. Landline. Abban a halott. Az is nagyon tűz. Pohár pláne. Fogadjunk most, hogy most beszaradt valami. Már benn van? Nincs benn. Burgír. Nincs villany. Mert már van. Ejt a burgert. Na már megint. Menjen vissza magammal. Mindegy. Mozogjunk egy kicsit. Ki van ott? Hello? Hey, Sara? Végre válaszoltál? Igen, Sara. I have something to... you? I have something to kill you. Vagy tell you. Lehet, hogy megöli Amant. Apa, a hangod szakadozik. Mert van valaki a házadban. És azt honnan tudod? Mit mondasz? Valaki a házadban van. Valaki veszélyes. Valaki a házunkban? Ki? Amán a házadban van. Amán? Igen, a gyilkos. Micsoda? Gyilkos. Gyilkos? Ő a gyilkos, Amán? Telefon vége. Itt volt, amíg aludtam. Nem rémálom volt. És osztorott? Hol bujkál? Te nyomorult. Ki van ott? Én még Samir, a szomszédos szere. Oh, hello Samir. Bármi munka.
Igen, tejet akarok. Most. Te mondtad a múlt héten, hogy van tejetek, és elvértem bármikor, szóval igen. Oké, én megkiadom neked. Akkor várakozott, oké? Oké. Csak én az a kés. Mondjuk, ha az apánk rendőr, akkor Dead Body Found. Ja, ez a mi szobánk, talán. Vagy a szülőszobák? Igen. Egy karton tejet. Ne menjen ki a hideg. Majd megfagy a gyilkos. Mi a pit? Megérztettél? Hogy kerültél ide? Ő nyitva volt az ajtó. Mondtam, hogy várj, ugye? Sís! Valaki bejött a házadba. Nem tudom, hogy engedheted, hogy bejöjjön valaki egy Joker maszkkal a házadba. Nem tudom, szerintem aludtam. Bármi tipp? Amán, az exem. Itt ez valaki szakállal és vörös pólóval, ugye? Igen. Sajnálom, hogy elmondjam neked, a holtteste kint fekszik az ajtó előtt. Ezért az átkozott ajtó előtt. Mi a fi... Mit csináljunk? Hívta a rendőröket. Én használtam a vonalatokat, a telefonvonalatokat. Azonnal jöhetnek. Azt hiszem, addig biztonságban vagyunk. Kivéve, hogy te vagy Amán. Szemér arcával. Szemér? Ó, basszus, a vonal halott, ugye? Ő a gyilkos. Hogy tévesztettem el? Nem tudom. Szóval elkaptál, ugye? Te vagy a gyilkos? Nem, én vagyok a megmentő. Good evening, my Reika, and we begin tonight with a disturbing updates on the serial killing. Recently, a girl named Sarah went missing. Ja, Sarah eltűnt. A közelben él. Semmi jelentés nem volt a... Oh, semmi jelentés nem volt a gyilkosról. But surprisingly, this girl went missing, and this is the first time a missing case has been filed. Most először tűnt el valaki. Találtunk egy Joker közel a házhoz. Az apja is azt mondta, igen. When she comes back home from late night work, no sign of her daughter was there. Sí, nem úgy volt, hogy az apja volt. Nem volt nyoma a lányának. But only blood was found. Surprisingly, that was not of Sarah, that was of a man named Amán. Csak Amánnak a vérét találták meg. We suggest you to stay at your home, especially if you're a girl. Majdatok otthon, különösen ha lányok vagytok. Till then, we meet in the next chapter. Találkozunk a következő fejezetben. Ha. Most akkor Game by Aman Khan, an Indian game developer. No, this is my first ever indie horror game. I hope you like it. Till then, we will meet in the next chapter. Te elkezd már a... Ahogy tényleg nagyon jó volt, szintén le a kalappal. Első játékához képest ez nagyon jó volt. Ja, és második fejezet azóta se jött ki. A Finding Her, Relive the Past és a Seven Nights Keeper demo volt eddig. Érdekes módon. Csak elkapott minket a teljes ember. És Amand is szépen kidekorálta.
Mert majdnem sikerült rajta kapni a gyilkost, aztán csak hát az a lesett neki. Mondjuk az, hogy nála meg Joker maszk volt, úgyhogy lehet, hogy ő volt a gyilkos. De az a gyilkos meg minket nem rabolt volna el. Azokon a lányokon át bosszút, akiket eddig megölt, lehet. És a szomszédunk megölte. Mondjuk miért nem lehet volna minket elrabolni? Azt nem tudom. Mi a szomszéd, az konkrétan a megmentőknek mondta magát, de nyilvánvalóan nem ez az eset, hanem valószínűleg ő a gyilkos. Viszont Amán csak simán kidekorálta volna és nem adta volna rá a maszkot. Ja, gondolom a szomszédunk nem akar. Lehet, hogy tényleg Amán a gyilkos és a szomszéd nem akart bajba kerülni, amiért megölte Amant. Valószínű. És ezért minket elrabolt, hogy tartsa a szánkat. Na de. De egyébként a lényeg, ez nagyon jó volt. Kövessétek be mindenhol, mert megérdemli. Addig is jött az utolsó játékunk.